Köszöntöm a TV21 Univár nézőit. Egészségügyi magazinműsorunkban ma a szívsebészet rejtelmeibe kalauzoljuk el Önöket. Bemutatjuk azt a fiatal, tehetséges szívsebészt, aki olyan műtéteket végez Ungváron, amelyekre az egész országban is alig akad példa. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk! Szívünk az életünk mozgatórugója. Születésünk pillanatától percenként 60-70-szer dobban, egészen a halálunkig. A pulzusszám értékelése persze számtalan tényezőtől függ. Az életünk során sokszor előfordul, hogy hol hevesebben, hol pedig lassabban ver a szívünk, amit az idegállapotunk, a stressz hatás, a fáradtság és a táplálkozás is nagyban befolyásol. Amikor arról hallunk, hogy valakinek szívrohama van, elborzadunk, és talán elképzelni sem tudjuk, hogy ez akár velünk is megtörténhet. Az pedig, hogy a szívünk működését netán műtéti beavatkozással korrigálják, egyenesen felfogni sem tudjuk sokszor. Márpedig gyakran az ilyen jellegű szívműtétek életmentőek is lehetnek. Ungváron a megyei kardiológiai központ sebészeti részlegén évente több száz különböző szívműtétet végeznek. A központ egyik legtehetségesebb szívspecialistája egy fiatal kárpátaljai magyar orvos, Ráti Róbert, akinek szaktudása országos szinten is elismerést nyert. De vajon hány év kitartó és alapos munkája eredménye az, hogy a doktor ma már naponta műt olyan betegeket, akiknek az életüket menti meg ezzel? Szívügyek. Repes a szívünk a boldogságtól, vagy majd kiugrik az izgalomtól. Meghasad, belehal a szívünk a bánatba. Hányszor mondjuk az életünk során ezeket a mondatokat? És nem csak mondjuk, hanem egyben jelezni is akarjuk ezzel, hogy éppen mit érzünk, és erre hogyan reagál a szívünk. A szívre adott terhelés minden formája akár veszélyes is lehet. Természetesen igaz, hogy az idősebb korosztály tagjai, a dohányosok vagy a túlsúlyosak nagyobb kockázatnak vannak kitéve, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy másokat ne érinthetnének a szívvel kapcsolatos problémák. Szintén életveszélyes tévhit, hogy csak a középkorúaknak kell foglalkozniuk a szívük egészségével. Szívműtétre készülnek a Kárpátaljai megyei kardiológiai központ szívsebészeti osztályán. Egy 42 éves férfi szívbillentyű műtétjét készítettük elő. A páciensnek az operáció alatt meg kell majd állítani a szívverését, és mesterségesen fogjuk biztosítani a folyamatos vérkeringését. Az elmúlt 10 év alatt több mint 1000 hasonló műtétet végeztünk már itt a kardiológiai központ sebészeti részlegén. A műtétet végző orvos a kárpátaljai tehetséges szívsebész specialista Ráti Róbert lesz. Tehát a mai nap egy olyan beteget fogunk műteni, akinek aorta billentyű szűkülete van, és aorta gyök tágulata. A gyök tágulatot majd időközben a műtét közben eldöntjük, hogy kell lesz-e cserélni, tehát a fő szempont nálunk az aorta billentyű cseréje, amit egy olyan metódussal szeretnék elvégezni, ami a beteg számára legoptimálisabb, azaz egy mini szternotómiát, azaz a csontot csak részlegesen vágjuk szét, és kb. Egy 7 centis vágásból próbáljuk kicserélni az aorta billentyűjét a betegnek. Ha ez nem történne meg, tehát ez a műtét, akkor mi lenne a beteggel? Akkor a beteg egy ilyen egy év, másfél éven belül dekompenzálna, és már nem lenne műthető állapotban, és meghalhatna, tehát a beavatkozás nélkül. Így van, és ez egy milyen időtartamú beavatkozás körülbelül, mit kell erről tudni? Mert most itt látom, hogy nagy készületben vannak. Igen. A beteg már elő van készítve, jelenleg intubált állapotban fekszik a műtőasztalon, steril körülmények között. A műtét maga egy olyan 3 órától 6 óra hosszás műtétre számítunk. Ezután a beteg átkerül az intenzív osztályra, ahol körülbelül 2-3 napot tölt el, majd átviszük a szívsebészetre, és egy ilyen 7 napos itt tartózkodás után hazatávozik a családjához. A több órás műtétbe a sebészeti osztály főorvosa is bekapcsolódik, aki kollégájával, Ráti doktorral közösen már évek óta együttműködik. Az elmúlt 10 év alatt folyamatosan fejlődött a szívsebészeti osztályunk, bővült azoknak a műtéti beavatkozásoknak a listája, amit mi itt helyben el tudunk végezni. Szélesebb spektrumban végzünk operációkat, amihez jó szakembereink vannak. A műtétek száma változó, sőt még évszakfüggő is sokszor. Az ünnepek alatt is gyakori a sürgősségi eset, de általában itt a központban havonta 50-100 különböző szívműtétet végzünk.
Előfordul olyan, hogy sor van a műtétekre? Mivel naponta két műtétnél többet nem végezhetünk, már csak az időtartamát tekintve és a szakemberek létszámát tekintve se, illetve az intenzív osztályon is korlátozott mennyiségben van csak hely, ezért azok a páciensek, akinek a szívműtétje nem sürgősségi eset, azok kénytelenek várni, amíg sor kerül rájuk. Mi a helyzet a káderkérdéssel? Van-e elég szakemberük? Ez sajnos fájó pontunk. Köztudott, hogy a legtöbb egészségügyi intézmény orvoshiány problémával küzd, de nem csak orvosokból, hanem az ápolókból és különböző egészségügyi szakemberekből is hiány van. Sokan külföldön vállalnak munkát, főleg a fiatalok nem akarnak alacsony fizetésért dolgozni. Kollégám Robert kivétel, mert annak ellenére, hogy fiatal, tehetséges, becsületes, lelkes szakember, mégsem költözik el innen sehova, legalábbis reméljük. A központ folyosóján betegek várakoznak. Akad köztük olyan is, aki már tudja, hogy súlyos állapota miatt semmiképpen nem kerülheti el a műtétet. Munkácson feküdtem a kórházból, tonnét átutoltak ide, mivel hogy szorul a mellem, és nehezen, hát valamikor nehéz a lélegzés, hát most átmentem itt a kurzon, és operálni fognak. És mit mondták az orvosok, hogy mi a probléma? Éjszükület, vagy biztos az. Uh-huh. Hány éves tetszik el? 70. Az életmód, az befolyásolta vajon azt, hogy idáig jutott? Azt nem tudom. Nem? Azt nem tudom, hogy mi befolyásolta, vagy mi nem. De hát, mondjuk, hogyha azt nézzük, hát nem nagyon befolyásolja az életmód, mert mivel, hogy én állandóan járom a mezőt. Fél a műtéttől? Na. Bízik abba, hogy a Jóisten megsegíti, hát, ugye? Lehet. Sok sikert kívánunk a műtéthez, és minden jó. Mennyire jellemző a mai kor emberére, hogy szív- és érrendszeri problémákkal él? Sajnos ez a betegségeknek a túlnyomó része, a szív- és érrendszeri problémák, mivel hogy vannak különböző faktorok, vannak különböző dolgok, amik serkentik magát ezt a betegséget. Magas stressz, tehát egy olyan országban élünk, vagy egy olyan világban élünk, ahol fölgyorsult az élet, mindenki mindenhová siet, fél valahonnan elkésni, és stresszes életet él. Ez nagyban befolyásolja a szív- és érrendszeri betegségeket, tehát ez serkenti azt, hogy sokkal korábban legyen ér előregedés, majd plakkok lerakódása, zsír lerakódása az érben, és érszűkület. A nem megfelelő életmód, ez alatt azt értem, hogy keveset sportolunk, nem megfelelő táplálkozás, túl sok zsírodékot, sót fogyasztunk, ugye mi magyarok lévén, ha ezt így elmondhatom, szeretjük a fűszeres ételeket, ami nem annyira jó hatással van a szív- és érrendszerre. Magas stressz, amit említettem, és nagyban befolyásolja még a dohányzás és a káros szenvedélyek, amit űzünk. Doktor úr, milyen műtétre készülnek most itt éppen? Úgy tudom, hogy ez egy nagyobb, hosszabb, bonyolultabb műtét. Igen, ez a mai nap egy kombinált műtétet fogunk elvégezni, ami egy bypass műtét. Három eret fogunk kicserélni a szívben, és hozzátartozik még egy mitrális billentyű elégtelenség, és a mitrális billentyűt is fogjuk korrigálni. Reméljük, hogy sikerül megtartanunk a billentyűt, ha nem, akkor ki fogjuk műteni, a páciensből is beteszünk egy mű billentyűt a számára. Mitől hosszabb, ez bonyolultabb és nehezebb, ahogy az elején említettem? Hát általában a műtétek többsége az szét van osztva, vagy bypass műtétet csinálunk, vagy mitrális billentyű cserét. A bypass műtét, ez koszorúér elzáródás. Ebben az esetben a beteg ér cserére szorul, tehát hogy továbbra is a szív el tudja látni a saját funkcióját, ezért ki kell cserélnünk az ereket a szívben. És ma pedig ezt a két műtétet fogjuk kombinálni, mert a betegnek szüksége van mitrális billentyű cserére is, és bypass műtétre is, tehát ilyen cserére. Jár ez? Jobban fel kell állítólag várni a beteget? Így van, ez egy szternotómia, azaz a mellkason középen a szternumot végigvágjuk teljes hosszában, majd a mögötte lévő artériát kipreparáljuk, és még a lábából kipreparálunk két vénát, és ezt fogjuk hozzávarni az aortához, és aztán a szívhez. Milyen gyakoriak az ilyen műtétek? Heti rendszerességgel, általában hetente csinálunk 3-4 ilyen műtétet. A kombinált műtétek azok picit ritkábbak, de azok is ilyen két hetente általában megtörténnek. Mi okozza ezeket a problémákat? Csak egy-két mondatban, hogy Általában a probléma
okozója a magas vérnyomás, a korrigálatlan magas vérnyomás, ami hosszabb ideig fönnáll a páciensnél, a magas koleszterin szint, koszorúér elzáródás. Mikor összeszűkül az ér nagyobb mértékben, mint 80%, akkor nem képes ellátni a saját funkcióját. Az izomnak az a része el is halhat, ezt nevezük infarktusnak. A mai páciensünknél szintén volt már egy infarktus, tehát ez infarktus utáni állapot, és most muszáj kicserélni az ereket, különben fennáll a veszélye, hogy rövid időn belül a páciens meghalhat, ha nem csinálják meg ezt a műtétet. Hát akkor sok sikert ehhez a műtéthez is, és utána majd beszélgetünk a szív problémákról. Pár nap múlva a beteg már jól van. Elmondható, hogy sikeres műtét volt. Ma már sokkal jobban érzem magam. Azt is mondhatom, hogy kiválóan. A műtét előtt nagyon rosszul voltam, szédült a fejem, minden bajom volt. Ráti doktor és Lukás doktor szerintem szuper jó sebészek. Örülök, hogy itt Ungváron vannak ilyen specialisták. A kardiológiai központ működése óta idén először végeztek aorta endoprotézis műtétet. Az orvosok szerint Ukrajna szerte több száz ember szorulna ilyen beavatkozásra, azonban egyelőre az eljárás viszonylag drága, ráadásul kevés jó szakember van az országban, aki ezt el is tudja végezni. Szeretném ott kezdeni akkor, hogy milyen műtéteket csinálunk lényegében itt a szívcentrumban, hogy tisztább legyenek vele az emberek, mert sajnos még a járási kardiológusok mindegyike sem tudja, hogy egyáltalán itt szívműtéteket végzünk. A szívműtétek szinte összes spektrumát el tudjuk itt végezni a kórházunkon belül. A legtöbb műtét, amit végzünk, ez bypass műtétek. Erről annyit kell tudni, hogy az infarktus után a szív koszorúerek elzáródása miatt szükséges lehet ércserére. Ez a műtétek többsége, amit végzünk, aztán billentyű műtétek, aorta billentyű, mitrális billentyű, háromvitorlás billentyű műtétek, és az aorta felszálló ágának a szívből, az aorta az a szívünkből kivezető legvastagabb ér, ami ellátja az egész szervezetünket vérrel. Előfordulhat trauma hatására, hogy ez a szívfal megreped, az érfal szintén, és cserére szorul. Ebben az esetben egy középvágásból fölmetszük a csontot, és megműtjük a beteget. Viszont a legújabb technikák szerint már van lehetőségünk olyan műtétek elvégzésére is, amikor ez az aorta fal megreped, sőt, január 23-án végeztük az első ilyen műtétet itt Kárpátalján, egy kijevi kollégánk segítségével. A lábon keresztül fölvezetjük az aorta falba egy bizonyos eszközt, aminek a falára föl van tekerve egy rugószerű fém szerkezet, és mikor elértük a megfelelő pozíciót, ott, ahol van a repedés, ezt a rugó szerkezetet fölfújjuk, kitágítjuk, ezzel az összepréseli az aorta falát, és elzárja a repedést. Nincs szükség arra, hogy a beteget fölvágjuk, tehát fölmetszük szecsont tájékán, hanem csak egy pici szúrásból meg lehet ezt oldani. Ez ritkaság számban megy. Ez Ukrajnában is évi 10-15 ilyen műtétet végeznek. Igazából az anyagi háttere miatt, tehát a szaktudásom már megvan hozzá. Nem is egy éve megvan már hozzá, csak nagyon nagy költségvetésű műtétről beszélünk. Mi az oka, amikor azt mondják, hogy egy műtét nagy költségvetésű? Tehát mi az eszközök hozzá sokba kerülnek, vagy a gyógyszerek, amik kellenek? Ugye ez a műtétekhez láttam, hogy rengeteg minden kell, így ahogy ott már csak megkezdve az anesteziológia területén különböző altatószerek, meg plazma, meg még azon kívül gondolom nagyon sok minden. Így van. Lényegében a költségvetés igen, a rengeteg egyszer használatos eszköz. Olyan eszköz, amit nem tudunk többször alkalmazni, ez ugye már Európában és a világon elterjedt, hogy minél több egyszer használatos eszközt használunk műtétek folyamán. Például addig, ameddig a szívet megállítjuk, addig egy bizonyos gép keringeti a vért a szervezetben. Ehhez a géphez meg kell vennünk egy olyan eszközt, ami egyszer használatos, tehát amiben a beteg vére addig kering, ameddig mi őt műtjük. Majd miután megműtöttük, ezt a vért visszajutatjuk teljes mértékben a szervezetbe, és azt az eszközt, amit meg kellett hozzávenni, azt kidobjuk. Ennek az eszköznek az ára jelenleg egy ilyen 1000 dollár környékén van például. És ez csak egyetlen egy eszköz. Nem beszélve a többi eszközről, ami még szükséges egy ilyen szívműtét elvégzéséhez. Igen. Ettől drágák ezek a műtétek. Önök hogyan tudják elvégezni? Tehát most a beteg fizeti meg ezt, vagy van erre állami költségvetésből pénz, vagy fedezett valamilyen? Mert hogy említett, hogy a szaktudás megvan, de ezek a dolgok viszont sokba kerülnek az eszközök. Vannak olyan eszközök, amit az állam teljes mértékben támogat.
tehát ezt a beteg nyilvánvalóan megkapja térítésmentesen. Vannak olyan eszközök, amit a betegnek sajnos meg kell vásárolnia. Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel a mi szívsebészeti osztályunk egy magasan felszerelt szívsebészeti osztálynak tekinthető. Egyedül nincs egy gépünk, amire szükségünk lenne, még nehezebb, még súlyosabb betegeket tudjunk megműteni, ezt úgy hívják, hogy kontrapulszátor. Ez a műtét után keringéstámogatást végzi a betegnél. Ez a gépünk nincsen, de ezt leszámítva az összes gép megvan, amivel szívet kell műteni, tehát szívsebészeti gépek teljes mértékben európai szintű felszereltséggel rendelkezünk. Hány ember életét mentik meg évente itt ebben a kórházban? Szívsebészeti betegekről, ha beszélünk, akkor 200 műtét környékén végzünk évente. Ezek mind valahol életmentő műtétek is? Ezeknek mindegyik életmentő műtét. Mindegyik életmentő műtét. Ugye ezek a betegek vagy infarktuson estek már át, vagy annyira leszűkült billentyűvel rendelkeznek, hogyha nem végezni el nálunk a műtéti beavatkozást, akkor egy rövid időn belül elég nagy szenvedéssel és elhalálozás következik. Mennyivel lehet meghosszabbítani az életüket ezek a műtétek által? Ugye említette itt a szívbillentyű műtéteket, de ugye a komolyabb beavatkozásokról lévén szó, például azok is. Természetesen individuális. Sajnos vannak olyan betegek, akik miután elvégezzük a műtéti beavatkozást, sokkal jobban érzik magukat. Tehát azt hiszik, hogy ők már teljesen egészségesek, és abba hagyják a gyógyszerszedését. Ez a legnagyobb probléma a betegeknél, hogy a betegek kultúrája a gyógyszerszedés szempontjából nem annyira fejlett, mint Európában, vagy mint Amerikában, tegyük fel. Tehát, hogyha a beteg jól érzi magát, akkor elfelejti bevenni a gyógyszert. Viszont mi minden esetben tájékoztatjuk a betegeket arról, hogy ha kihagyja ezt a gyógyszert, akkor billentyű trombózis lehet, újra elzáródhat az ér. Tehát attól, hogy jól érzi magát, ez nem azt jelenti, hogy már mag egészséges. Viszont a betegek többsége 5, akár 10 és 15 évvel is meg tudjuk hosszabbítani az életüket műtét után. Robert gyakorlatilag a hét mindennapján műtéteket végez. Több órás műtétek ezek. Hogyan bírja egy orvos, egy sebész azt, hogy ott koncentrál, figyel, és órákon keresztül talpon van a beteg mellett, fölött? Igen, a mi műtétünk többsége az minimum 4 óra időtartamú, akár ez lehet 6-8 óra és ennél több is. Volt már 12 órás műtétünk is. Ezt elég nehéz végig állni, koncentrálni egész végig, akkor, hogyha az ember az órára néz. Mivel műtét közben az idő számunkra megáll. Tehát mi nem érzékeljük, hogy telik az idő, mi csináljuk a dolgunkat, és hogyha az ember nem csak áll, hanem bármilyen munkát is végez, akkor nem vesz észre, hogy telik az idő. Tehát ez lényegében elég könnyen kibírható, és az évek folyamán azért az ember erre föl van készülve. Mennyire megterhelő, tehát mennyire érzi utána a fáradtságot egy orvos, egy sebész? Ezt most csak azért szeretném, hogy megbeszéljük ezt a dolgot, mert kívülállóként az emberek ugye többnyire csak azzal szembesülnek, hogy műtét. De hogy az orvosoknak mekkora kiállásra van szükségük, ezt mi most itt, amikor filmeztünk, ugye láttuk. Hát a műtét közben nem érzünk fáradtságot, azt hiszem egyik kollégám se, aki sebész, főleg szívsebészek nem. Viszont a műtét után, amikor vége van a műtétnek, a beteget tudjuk, hogy már biztonságos helyen van az intenzív osztályon, esetleg már ébredezik is, és akkor leülünk, vagy éppen megebédelünk délután 4-5 óra környékén, akkor ránk tör szintén a fáradtság, persze, és akkor sokszor van, hogy hátfájás, derékfájás. Ennek megelőzésére szerintem az összes kollégám eljár konditerembe, úszásra, tehát hogy masszázsra, mert egyébként nagyon megterhelő. Műtét közben nem veszük észre. Kezükre is nagyon vigyázniuk kell, úgy tudom, hiszen hát ez a munkaeszközük. Így van, a kezünk az nagyon fontos. Sokan viccelődnek, hogy a te kezed biztosan nem remeg, az én kezem is ugyanúgy remeg, mint bármelyik más emberi. Csak persze a munka közben teljesen másképp működik a kezünk, tehát ehhez van alkalmazkodva. Napi szinten végeznek gyakorlatilag itt műtétet az Ungvári Kardiológiai Központban. Ön hány éve dolgozik már itt? Úgy tudom, hogy itt már lassan egy évtizeden túl is vagyunk. Igen, én már itt dolgozom lassan 11 éve, 9 és fél éve, mint szívsebész szakorvos. Még annó 2009-ben, mikor az első műtétek itt elkezdődtek, én már akkor itt dolgoztam, mint rezidens.
majd 2011-ben Kijevben megszereztem a szívsebészeti szakvizsgámat, és attól kezdve hivatalosan, mint szívsebész szakoros dolgozom itt a Kárpátaljai Kardiológiai Központban. Hogyan kezdődött a praktizálást? Hiszen ugye azt mondják, hogy az orvosoknál a gyakorlat, ami már ugye az első, második évfolyamokon elkezdődik különböző boncolások, meg ilyesmik keretében, igen, ami mondjuk eléggé morbid egy kívülálló embernek, aki nem éppen az orvostudomány területén tevékenykedik, de ugye az igazi éles műtétek, azok mikor kezdődnek el az orvosoknál? Általában, hogyha valaki befejezi a sebészetet, tehát már a rezidentúra alatt részlegesen műt. Tehát először csak a bőrt hagyják fölvágni, aztán mélyebbre. Tehát 3 év alatt, mire az ember elvégzi a rezidentúrát, és majd aztán részt vesz a továbbképzésen, és megszerzi a szakvizsgát, akkor már készen áll kisebb műtétek elvégzésére. A szívsebészetben a kisebb műtétek, ez például bypass műtét, vagy egy pitvar defektusnak a bevarása. Tehát ezek is nagy műtétek lényegében, és akkor szépen folyamatosan az ember megszerzi azokat a képességeket, azokat a pici kis fontos dolgokat, ami szükséges ahhoz, hogy tökéletesen tudjon műtétet végezni. Tehát ez elég sok idő kell ahhoz elteljen, hogy egy sebészből jó sebész váljon. Nevezzük Önt most jó sebésznek akkor. Ön doktor úr hogyan gondolja itt, most nem Ukrajnáról beszélünk, hanem csak beszélünk Kárpátaljáról és az Önök szívsebészeti központjáról, hogy fejlettség szempontjából hol állnak Európában a ranglistán? Én elég sűrűen, nem csak én, hanem a kollégáim is elég sűrűen járunk külföldre továbbképzésekre. Tehát látjuk azt a felszereltséget, ami van akár Debrecenben, ami van Pesten, vagy akár Ausztriában. Személy szerint, ahol én eljutottam, vagy el szoktam jutni, semmivel sem vagyunk lemaradva ezektől a klinikáktól. A felszereltségünk teljes mértékben ugyanazokat a dolgokat használjuk, ugyanazokat az eszközöket használjuk, ugyanazokat a varratokat használjuk teljes mértékben. Tehát nem hinném azt, hogy a Kárpátalján lévő szívsebészeti centrum bármivel is le lenne maradva akár Európától. Felszereltség szempontjából, így van. És tudás szempontjából is, mert azért igyekszünk magunkat képezni folyamatosan, tehát hogy mindig elő lenni a képzésben. Jelenleg a világon a vezető halálok a szív- és érrendszeri betegségek miatt következik be. Kárpátalján évente több mint 8000 ember halálát okozza. A szív- és érrendszeri betegségek elsősorban időskorban, 60 év után jelentkeznek. A fejlett orvosi vizsgálati eljárások elterjedésével a világon a szív- és érrendszeri betegségeket ma már az esetek több mint 95%-ában felismerik. Ezért, aki idejében fordul orvoshoz, az sokat tett azért, hogy az életét megmentse. Kedves nézőink, Önök a TV21 Ungvár egészségügyi magazin műsorát látták. Legközelebb 2 hét múlva találkozunk, amikor a gyógy- és fejlesztőpedagógiai szakmai munka gyakorlatát, a foglalkozásokon használt eszközöket és módszereket mutatjuk be. Megtudhatják azt is, hogy milyen hatást érhetünk el a rehabilitációra szoruló gyerekek esetében a meseterápiával. Tartsanak velünk és ne feledjék, gyógyír, mert az egészség fontos. Viszontlátásra!